Az egyik pillanatban még olyan boldog volt, de aztán hirtelen megrémült. Történetek, melyekben egy dolog közös. Az online nyomozás az egyik szakterületen. Egy apró döntés. Csak bejelölt Facebookon. Mely mindent megváltoztatott. Nem jó velük újat húzni. Mit csináljak? Hogy lesz vége? Hazugságok hálójában. Új rész péntek este az ID műsorán. Katie-nél életre valóbb és szerethetőbb emberrel még nem találkoztam. Még mindig nem tudom felfogni, hogy senki nem látott semmit. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy meghalt a lányom. Elégtételt érdemel. Ő csak jobbá akarta tenni a világot. Talán soha nem fogom megtudni, hogy mi történt a lányom életének utolsó két órájában. Még mindig rejtély. Új rész ma este az ID műsorán. I'll never forget that moment. You can't help but wonder, where is this going to end? It's like someone grabbed your heart and ripped it out. Like a bad dream. Something's going on. 911. My life has not been the same since all of this has happened. Guilty of murder in the first degree. Evil! She put her hand around my neck and said today was the day. Something bad was gonna happen. We found him. Come on, with your hands up. Make her stop. Was she alive? Why? I'm gonna tell you how it is. This is real. A People magazin évekig a legnépszerűbb lap volt. A fejében egy hang azt mondta, hogy ölje meg őket. A sztori aztán egyre furcsább lett. Azt mondta, hogy itt meglátta a gyilkost. Az volt a terve, hogy Kelsey-nek mérgezett karamellás macchiatót ad. Kinek jut ilyen az eszébe? Nyomoz a People magazin. Új rész hétfő este az ID műsorán. Minden végkifejletnek megvan a kezdete. Minden áldozatnak megvan a története. Minden valódi bűnesetnek megvan a helye. Bűnügyek nappala, minden délután az ID műsorán. Ilyen az élet, igaz? Néha kaotikus, hektikus, gyönyörű, fájdalmas, szórakoztató és tele van érzelmekkel. Igen. De ettől vagyunk emberek. Igen! Hadd öleljem meg! Most először tartom a kezemben mind az ötüket. Erős vagy, és csodálatos. Ezt a pillanatot semmiért nem cserélném el. Én sem. Az biztos, hogy valami nem stimmel. Nem lenne szabad titkolóznunk egymás előtt. Szeretet, család, közösség, és hogy a nehéz időkben is kitartunk egymás mellett. Ez a legfontosabb. Imádni fogjátok! A halott kém szerint Susan Winter öngyilkos lett. Ami itt zajlik, az nem más, mint agymosás. Ilyesmi Burbankben nem történhet meg. A fiam meggyilkolásának ügye egyre nagyobbra és nagyobbra dagadt. Megbocsáthatatlan, amit tett.
Sokan nézték a drótot, mi benne éltünk. Nem állunk le, míg fény nem derül az igazságra. Ez nem öngyilkosság volt. Ne csak nézzen, figyeljen! Gyilkos órák, vasárnap este az ID műsorán. John Walsh vagyok, álom életem volt. Még egy nap elmentem dolgozni, és többé nem láttam a fiamat. Valahogy meg kellett birkóznom ezzel a fájdalommal. Több mint 1400 szökevényt állítottam bíróság elé. Tavaly az önök segítségével jó néhány keresett bűnözőt rács mögé juttattunk. És idén újabb családoknak kell segítenünk. John Walsh küldetése. Újrészt csütörtök este az ID műsorán. A műsor igaz történeteken alapszik. A készítők a dramatizáció során megváltoztattak egyes neveket és részleteket.